Gyorssajtás mindenképpen a fő baleseti okok, és a közutak legfőbb gyilkosaként ismert tényező. Minden harmadik baleset a sebesség túllépés miatt következik be. Ez a statisztika évek óta változatlan. Ezen javítana a rendőrség, ezért 26 másik uniós tagállammal együtt április 3-án 24 órán át ellenőrzik az autók sebességét. Arra, hogy hova kerüljenek a trafipaxok, bárki javaslatot tehet. Az illetékes rendőrkapitányságok e-mailben várják az ötleteket. A rendőrség 365 helyen figyeli a forgalmi sávot a közúti kamerahálózattal. Ezek az akció ideje alatt is működni fognak. Mellettük 160 mobil sebességmérőt, valamint 20 civil gépkocsiba szerelt kamerát is használni fognak. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője, a vendégem, erőt, egészséget, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Elfogad engem tévénézőnek. Remélem, igen. Természetesen. Pécs Alkotmány utca. Tehát Pécs Alkotmány utca, az oldal sarok, illetve Rákóczi utca. A kettőt felírjuk, akkor majd meglátja, hogy hol. Mert nekem is van ötletem, és egyébként szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Mert nagy valószínűséggel a polgárok, vagy az emberek önmagukban érzik azt, hogy merre van a legnagyobb probléma. Kaptak-e már jelzéseket? Hát éppen ez a lényeg egyébként ennek az egésznek, hogy nem feltétlenül csak a rendőrség tehet a közlekedés biztonságának a javításáért, hanem közösen, és a lakosságnak vannak meg azok a tapasztalatai, ami alapján javasolni tudnak különböző helyszíneket. Élnek már azok az e-mail címek, ahol várjuk ezeket a javaslatokat, érkeztek is már javaslatok egészen. És mi történik? Én megtettem most a javaslatomat, akkor ezt követően valamelyik helyi kollégája kimegy és megnézi, hogy indokolt-e, vagy pedig megnézik, honnan érkezett a legtöbb javaslat? Hát minden megyébe külön érkeznek, és ott egyébként a közlekedésrendészeti kollégák ismerik már, azért van helyismeretük. Április 25-én délig van lehetőség ezeknek a javaslatoknak a megtételére. Április elejéig összegzik a megyei rendőrfőkapitányságuk a beérkező javaslatokat, és az alapján döntik el, hogy ténylegesen hol fogunk április 3-án 6 órától 4-én 6 óráig méréseket végezni. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján több mint 1000 ilyen helyszín szokott lenni, bízunk benne, hogy idén is ekkora lesz az aktivitás. Még egy pillanatra a nézői vagy az állampolgári bejelentésekre. Ugye vannak klasszikus helyek, ilyen például a Szentendrei út Budapesten, de ez azt jelenti, hogy ha egy helyről tömegével kapnak információt, akkor lehet, hogy ugyanúgy felkerül az a bizonyos pont a saját állandó térképükre, mint mondjuk a Szentendrei út. Mindenféleképpen ennek a napnak az eredményeiből azért levonjuk a következtetéseket a későbbiekre vonatkozóan. Segítsen nekem megérteni azt, hogy miért teszik közé a trafipaxok listáját. Nem tesszük közzé. Ez most egy olyan helyzet, ahol kifejezetten várjuk. Kaptunk hideget is, meleget. Tavaly augusztusban azt tapasztaltuk, hogy 31-jel több ember halt meg 2018 augusztusáig, mint az előző év azonos időszakában, és akkor döntött úgy a rendőrség vezetése, hogy a sebesség ellenőrzésben, a közlekedésrendészeti ellenőrzésekben metodikaváltás fog következni. Attól az időponttól nem tesszük közzé a sebességellenőrzések helyszíneit, illetve akkor vezettük be azt, hogy civil autókból is végzünk nem csak sebességmérést, hanem dokumentálunk egyéb közlekedési szabálysértéseket. Év végére 4-jel több lett a halálos balesetben elhunytak száma. Mindenképpen azt gondolom, hogy ebből a számból az látszik, hogy ez az intézkedésünk ez beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Egyébként idén is az év első két hónapjában jó lett, most itt számokat nem tudok mondani, ez a javuló tendencia látszik. Ha úgy tetszik, 27 embernek az életét augusztustól év végéig sikerült megmentenünk. Hogyha arra gondol, a fixen telepített eszközöknél van egy előjelző tábla, ez pedig a KRESZ írja elő, a rendőrség pedig nem fogja a jogszabályt felülírni, természetesen jelezzük. Ugye ez egy európai kampány most ebben a pillanatban. Miben európai? Ez azt jelenti, hogy a jó nevű Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának műveleti csoportja. Igen, ez a TISZPOL. Igen, ők adnak egy útmutatást, és akkor ugyanez zajlik most Zágrában, meg Stockholmban, meg Párizsban? Abban a 26 országban, akik csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Észak-Rajna-Vesztfália rendőrei voltak 8 évvel ezelőtt, akik kitalálták ezt, hogy vonják be ebbe a lakosságot is, ebbe a fajta ellenőrzésbe, és ez akkora sikerrel járt, hogy ezt a TISZPOL fel is tűzte a zászlójára. Gyakorlatilag a TISZPOL keretén belül végzett ellenőrzéseknek a lényege az, hogy
azok az államok, akik ehhez csatlakoznak, azoknak a rendőrségei azonos tematika mentén és azonos időszakban végeznek ellenőrzéseket, jelen esetben például egy 24 órás sebességellenőrzést, de van, hogy buszokat és teherautókat ellenőrzünk, van alkoholos ellenőrzés, alkoholos befolyásoltság ellenőrzése, az útra figyelnek-e, tehát például a mobiltelefont használnak-e, illetve használják-e az emberek a passzív biztonsági eszközöket, és akkor minden időszakban, amit a TISZPOL határoz meg és tűz ki időpontokat, Európa összes országában a rendőrök ugyanazon a tematika mentén ugyanazokat a szempontokat figyelembe véve végeznek ellenőrzést. Ez azt jelenti, hogy legalább egy 26-os mintánk van, amiben el tudjuk magunkat, magyarokat helyezni? Tehát például tudjuk azt, hogy mennyire vagyunk a többiekhez képest inkább gyors hajtók, vagy hogy mennyivel több az alkohollal vezető sofőr? Tulajdonképpen igen. És van egy ilyen lista, vagy ez most készül akkor most? Most fog elkészülni. A évekre visszamenőleg azt tudjuk mondani, hogy Európa átlagában vagyunk. 20 ellenőrzött járművezetőből egy az, aki túllépi a sebességet. Ez egyébként nagyjából az átlag is, Magyarországra is ez jelenti. Nem szeretem a sztereotípiákat, de aki volt már Törökországban, mondjuk Isztambulban, az pontosan tudja, hogy folyamatosan dudálnak, állandó a dudaszó. Azt is tudjuk, hogy Barcelonában nagyon sok kocsinak az oldala meg van húzva, mert egyszerűen szűkek az utcák, és úgy parkolnak. Olaszországban is. Nálunk van valami, ami nagyon jellemzően magyar közlekedéssel kapcsolatos? Így most hirtelen nem tudnék kiemelni semmit. Nem lógunk ki akkor az átlagból pozitívban, negatívban? Hát legalábbis ilyen nincs. Tehát nálunk talán nem több a letört visszapillantó tükör, mint az említett országokban. Mennyire hajlamos a magyar megfogadni a tanácsokat? Tehát akkor, amikor például ugye autópálya nem voltak korábban a védőrendszer, vagy az állandó ellenőrzési rendszerek is másképpen működtek, amióta a rendszerek felálltak, azóta jobban vezetünk, vagy figyelmesebben vezetünk? Mindenféleképpen, de hogyha most csak ezt az egész rövid időszakot, a tavaly nyártól mostanáig terjedő időszakot nézzük, akkor meg is kell köszönnöm azoknak az autósoknak és a közlekedésben résztvevőknek az együttműködését, akik meghallották ezt a hívószavunkat, és tulajdonképpen nem a hideg-meleget osztották a bevezetett intézkedéseinkkel kapcsolatban, hanem körültekintőbben vezetnek, mert mindenféleképpen azt mutatják a számok, hogy javul a közlekedési morál. Csak egy nagyon rövid dátumot várok, április 3-án akkor megtörténik az akció. Mikor várhatjuk viszont önt a stúdióba, amikor már a konkrét tapasztalatokról tud beszélni? Azt követő napokban már. Már néhány napon belül kiértékelik. Gál Kristófnak, az ORFK szóvivőinek köszönöm szépen, hogy ilyen korán reggel minket választott. Erőt, egészséget, szép köszönöm napot. A meghívást.